Kárpátai Magyar Borászok Egyesülete 18-ban alakult, 3 évvel ezelőtt. Nem sokan vagyunk, tehát a kárpátai borászokat gyakorlatilag lefedjük, kb. 20 borászunk van, és azzal a célra alakultunk, hogy szeretnénk ismét olyan borokat kóstolgatni, amikor kárpátaljai borászat az aranykorát élte. Nagyon jó példák voltak eddig is, de szeretnénk, hogy ez teljesen általános lenne. Ezért mindenféle képzéseket, továbbképzéseket, tanulmányunkat szerveztünk. Szaktanácsadóink is vannak, szőlészetben is, borászatban is. És most eljött annak az ideje, hogy már egyre jobb borok mutatkoznak kárpátaljai borászat. Úgy egyre jobbak, hogy kiemelkedőek, tehát jók a borok, csak vannak nagyon kiemelkedő tételek, és úgy gondoltuk, hogy ezt bemutatjuk a közönségnek, a helyi közönségnek, tehát kárpátaljai közönségnek, kárpátaljai kulturális borfogyasztóknak, és egy kicsit más aspektusból próbáltuk megvilágítani, tehát másképp elhelyezni, hisz a bor is egy alkotás, egy kulturális alkotás, tehát a borász a teljes élete benne van. Tehát a bor a szőlőben dől el. Tehát nem mindegy, hogy hová ültetjük. Igazából azt mondják, hogy a szőlő a borász, tehát a pipafüstjétől nől, vagy az árnyékától, vagy a verejtékétől. Ez arra utal, hogy a borásznak mindig ott kell lenni. És hogyha belegondolunk, egy évben csak egy próbálkozásunk van, egy szüretünk van, tehát nagyon meg kell gondolni, leülni a hegy aljában, a szőlős sorok végén, és szinte addig elmélyülni, hogy beszélgetve, hogy mire is van szüksége a szőlőnek, a szőlőtőkéknek, és azt megadni neki, mert egy évben csak egyszer tudunk születelni egy próbálkozásunkon, és ha nagyon időben elkezdi a borász, mondjuk 40 éves korában, és ha Jóisten megáldja, hogy elég hosszú ideig ad lehetőséget neki, akkor is csak 40-50 próbálkozása van. Tehát ez egy kicsit más művészet. És ez egy életforma. Tehát a szőlőt telepítjük nem csak magunknak, le inkább a gyermekeinknek, unokáinknak. Reméljük, hogy ők ezt majd fogják érteni és tovább viszik. Tehát nálunk egy kis szakadás volt a Franciaország, Olaszországot figyelembe véve. Itt nagyon magas szinten volt a borkultúra, borászat Kárpát, olyan 19. század vége környékén, és sajnos az elmúlt 100-120 év történelmi viharai megszakították azt a folyamatot, amit mondjuk a franciáknál, olaszoknál nem, és ott generációkon keresztül a nagy könyv gyűlt a tapasztalat. Ez valamilyen szinten a tanulásra pótolható, de ez aranyat kincset ér, hogy mikor milyen időjárás volt, mivel próbálkozták, hogy készítették, hisz nagyon kevés próbálkozási lehetőségünk van. És ez egy kicsit megszakadt. Úgyhogy egy nagyon kemény fába vágtuk a fejszéket, de célunk az, hogy nagyon rövid időn belül kárpátaljai éttermekbe remélem megjelennek borozók, remélem, hogy itt ebben a Munkácsy Mihály Magyar Ház éttermében is megjelennek a kárpátaljai borok. Tehát az lenne a cél, hogy megszólítsuk azt a közönséget, azt a réteget Kárpátalján, akik mint kulturális alkotásra is tudnak tekinteni a borra, hisz a bor az nem alkohol, a bor az Isten ajándéka, a hegy leve, ami egy természetes ital, és ehhez így is kell állni.